Sziasztok! A mai az egy ilyen beszélgetős mint videó lesz, amiben csak és kizárólag L'Oréal termékeket fogok használni, ugyanis az elmúlt időszakban rengeteg újdonságot kaptam tőlük tesztelésre, és van közöttük egy csomó smink, amit még ki sem próbáltam, így ebben a videóban megosztom veletek az első benyomásaimat is ezekkel a termékekkel kapcsolatban, úgyhogy vágjunk is bele! Nemrégiben, ha jól emlékszem, 10-valahány DM-ben megjelentek a 2 méteres L'Oréal állványok, ezek gyönyörűek és tele vannak jobbnál jobb új termékekkel. Az egyik, ez a L'Oréal Nude Magic CC krém, ez a zöld, ami ugye a pirosság eltüntetésére vagy semlegesítésére szolgál, és ebben van 20-as fényvédő is, ennek nagyon enyhe fedése van, úgyhogy én ezt most kvázi ilyen smink alapként fogom használni, amikor kinyomom, akkor ilyen zöld. De lehet látni, hogy vannak benne ilyen kis hát pöttyök, úgyhogy valószínűleg ez majd át fog váltani bőrszínűre. Tényleg eléggé enyhe fedése van, úgyhogy én ezt önmagában hát nagyon nem is használnám, talán csak akkor, hogyha valakinek nem nagyon vannak bőrhibái, mert ez tényleg nem egy alapozó. A következő, amit használni fogok, az pedig a Nude Magic Cushion, vagy Cushion alapozó, ami ugye most óriási őrület. Van itt egy tükör, illetve itt egy ilyen kis párna, amivel lehet használni ezt az alapozót. És én ezt még nem használtam, úgyhogy rajta van a védőfólia is. Ezt lehúzom, és akkor itt található egy szivacs, ami ugye át van itatva alapozóval, és akkor innen tudjátok felvinni az arcotokra, hát vagy ezzel a kis pufnival, vagy hát én most ecsetet fogok használni, de lehet akár a smink szivacsot is, kinek mi a szimpatikus. Nagyon remélem, hogy jó lesz nekem ez az árnyalat, mert ez a legvilágosabb. Egyébként van benne 29-es fényvédő. Na nézzük. Hát ez elég világos lesz. Van ennek azért fedése, de nem túl erős. Úgy látom, hogy ilyen ragyogó finise van, tehát nem matt, hanem egy ilyen egészséges, természetes ragyogást ad a bőrnek. Nekem az a bajom ezekkel a cushion alapozókkal, vagy cushion alapozókkal, hogy szerintem egyáltalán nem gazdaságosak, és nagyon drágák, ugyanis egy ilyen alapozóban sokkal kevesebb van, mint egy ilyen normál 30 ml-es alapozóban, viszont árban ugyanott vannak, vagy talán még drágábbak, mint egy ilyen szimpla üveges alapozó. Viszont egy nagyon kellemes alapozó, bocsánat, csak sikerült bele nyúlnom a szemembe az ecsettel. Láthatjátok, hogy nagyon természetes egyébként a fedése, tehát egyáltalán nem maszk hatású, vagy nem maszkszerű, és tényleg egy ilyen egészséges ragyogást ad a bőrnek, én még egy picit azért megpróbálom építeni. Mondom, nem rossz ez, csak hát azért így árérték arányban nem biztos, hogy ez a legjobb, meg a leggazdaságosabb. A következő, amit használni fogok, az az Infallible Sculpt ilyen kontúr és highlight paletta, ugyanis korrektorom az nincsen, de arra gondoltam, hogy ezt a világos színt fogom a szemem alá használni. Ugye ez egy ilyen krémes kontúr paletta. Még visszatérek a kontúrozásra, csak most fixálom itt a T-zónában az alapozót, mert eléggé zsíros a bőröm. Ez nem újdonság, ez a L'Oréal True Match Powder, de én ezt nagyon szeretem, úgyhogy ezt fogom most használni. És akkor jöjjön a szemöldök, igazából nem tudom, hogy melyik terméket használjam, mert van itt két újdonság is. Az egyik ez a L'Oréal Brow Artist Maker, aminek az egyik fele egy ilyen vaxos kis ceruza, és a másik felén van egy ecset, amivel el lehet szépen dolgozni. A másik pedig egy ilyen Brow Artist Genius Kit, ez a Light Medium árnyalat, és ez egy ilyen komplet kis set, mert hogy van itt benne egy ilyen vax, egy szemöldök por, illetve van egy kis fésű, meg egy kis ecset, és a világ legcukibb mini szemöldök csípeszer. Lehet, hogy úgy fogom csinálni, hogy az egyik szemöldökömben ezt használom, a másikon meg azt, de kezdem ezzel a szerkával.
Ez amúgy a 02-es Cool Brunette árnyalat. Érdekes ez a kis ecset, ami a végén van, hogy egy ilyen kis puffy ecsetet tettek rá, és nem egy ilyen ferde ecsetet. Hát nem tudom eldönteni igazából, hogy most szeretem-e vagy sem. Nekem igazából az örök kedvenc ilyen kis szemöldök formázó cuccam, az szintén L'Oreal, ez a Brow Artist Plumper. Az ugye ad színt is, rögzíti is a szálakat, úgyhogy én azt nagyon szeretem. Nézzük meg a másikat. Kicsit átfésülöm a szálakat ezzel az óriási kefével. És akkor a kis feldercset végével először a waxba nyúlok bele. Hát nem könnyű dolgozni egyébként egy ilyen mini ecsettel, meg kell hagyni. De nem lehetetlen. Akkor jöhet a por része, ugyanazzal az ecsettel. És akkor átfésülöm még a kefével egy kicsit. Jobb szemöldököm az valahogy sötétebbre és markánsabbra sikeredett. Nem lehet azzal a kefével, ami itt van, túl precízen és pontosan dolgozni. Jöjjön akkor a szemsmink. Igazából kaptam a tesztelésre egy ilyen kolorris, négyes kis palettát, de ebben ilyen kék színek vannak, és én megyek még most majd délután valahova, és nem akarok így kék szemsminket viselni, úgyhogy ezt most inkább hagyom, pedig egyébként nagyon szép más színekben is van ez a paletta, de ez a kék, ezt most én annyira nem érzem. Úgyhogy ezt a Colorish L'Ombre Pure szemfestéket fogom használni helyette. Ez az 502-es Quartz Fumé árnyalat, és szerintem ezekről a szemfestékekről annyira keveset beszélnek, pedig annyira szuperek, és nem értem, hogy miért, nem tudom, hanyagolja őket mindenki, pedig nagyon jók ezek a monoszemfestékek. Nagyon szépen pigmentáltak, gyönyörű fényük van, tényleg, tényleg isteniek. És akkor a szélét ennek a szemfestéknek pedig eldolgozom a L'Oreal La Palette Nude palettából ezzel a matt világos barna árnyalattal. Ugyanúgy a La Palette Nude palettából ebből a fényes színből teszek egy picit a szemhéjam közepére, hogy kiemeljem, illetve a belső szemcupba is. És akkor jöjjön a szembéla spirál, amit már nagyon vártam, hogy kipróbálhassak. Ez a L'Oreal Mega Volume Miss Hippie spirál. Hagyományos ilyen szőrkeféje van, és egészen nagy a kefe mérete. Viszonylag sűrűn vannak benne a szálak. Szép kis pillákat csinál, nagyon jól dúsít. Ezért figyelni kell, mert összetapaszthatja őket. Nézzétek a különbséget két szempillám között. Eléggé sűrű a festék, és ahogy mondtam, hajlamos lehet összetapasztani a szempillákat, úgyhogy erre oda kell figyelni. Na milyen? Most visszatérünk az arcra, jöhet a kontúrozás, ugyanúgy ezt a L'Oreal Infallible Sculpt krémes kontúrpalettát fogom használni. Ezzel a kétvégű kontúrozó ecsettel, mert hogy most már ecseteket is vehetünk a L'Oreal-tól. Így néz ki az ecset, van egy ilyen lapos vége, amit hát nem is tudom, talán alapozásra lehet használni, illetve van egy ilyen kicsit duci, de mégis keskeny kontúrozó ecset, úgyhogy ezt most bele fogom mártani ide. Egyébként felvihetitek kézzel is ezt a krémes kontúr
szín, kinek hogy tetszik, de egyébként nagyon jól fekszik ide az arcsont alatti mélyedésbe. Hopp, kihullott egy... Úristen, nézzetek, kihullott egyszerre körülbelül 4 szál. Hopp, még 2, bocsánat. Úristen, ez nagyon hullik ez az ecset. Bár aztán lehet, hogy most itt kihullik és utána többet nem fog, de most legalább 8 szál kihullott. Jöhet a pirosítás és a highlighter. Ehhez ezt a Blush Sculpt 3-as kis triót fogom használni. Hát pirosításra ezt a legsötétebb rózsaszínt. Ez az a paletta, amiben nagyon szép színek vannak, de valami elképesztően porol. Pedig egyébként gyönyörűek a színek benne, és látjátok, hogy ilyen gyönyörű, egészséges fényt is ad. De hát a textúra az nem az igazi. A highlighternek pedig ezt a világos rózsaszínt fogom használni, mert látjuk, hogy mennyire működik. Ó, igen, egész jó. Nem tudom, hogy látjátok-e, hogy itt mennyi kihullott belőle. És akkor végül jöhet a száj. Igazából nem is tudom, hogy mit használjak, mert annyi ajokra való újdonság van, hogy bajban vagyok. Van itt például ez a L'Oreal Sexy Balm ilyen rúzs ceruza. Aztán vannak ezek a, nincs rajta a neve, hogy micsoda, de ezek ilyen szájfények. Illetve van ez a két lépéses ilyen folyékony ajak, rúzs, ennek az egyik felén van a szín, a másik felén pedig egy ilyen ápoló ajak balzsam, és ezek brutálisan tartósak. De én azt hiszem, hogy most maradok ennél a naturvonálnál, és ezt a 601-es Nude Ballet vagy Ballet árnyalatú szájfényt fogom felvinni. Kicsit lehetne sötétebb, egy kicsit sápasztja az ajkaimat ez a szín. Hát ez nagyon nem az igazi. Így összeérint, valahogy így kiemeli az ajkamon a ráncokat, meg kicsit ragacsos is, kicsit fura, nem tudom a textúrája. Pedig ugye színe egyébként szép lenne, de azt hiszem ezt most letörlöm. Helyette inkább a Colorish La Palette kis rúzspalettából fogom használni valamelyik színt. Ez a piros árnyalat, 6 gyönyörű szín található benne. Ilyen gyümölcsös illata van, és van hozzá egy ilyen kis ecsetke is. Nem tudom, hogy melyik színt használjam. Szerintem ezt fogom itt kipróbálni. De újjal is fel lehet amúgy ezt vinni. Direkt ilyen light-osan vittem fel, lássátok, hogy így is lehet, nem csak ilyen nagyon durva színeket lehet belőle kihozni, és megpróbálom ebből a szájfényből a pirosat, vagy ez egy ilyen bordós inkább, hát annak kicsit jobb a textúrája. Igen, ennek jobb a textúrája, és nagyon-nagyon szép színe van. Hú, ez nagyon tetszik. És ezzel el is készült a sminkem, bízom benne, hogy tetszett nektek ez a videó, és hasznosnak találtátok így a rövid véleményemet ezekről a L'Oreal újdonságokról. Hogyha tetszett, akkor ne felejtsetek el lájkolni, kommentelni, illetve iratkozzatok fel a csatornámra, és találkozzunk következő alkalommal is. Sziasztok!